folytassuk a munkát. 185-ös számú előterjesztés következik a Pilisi kötet alapító kiratának módosítása. Ugye a Pilisi kötet egy igen régen megalakult önkormányzati társulás a Pilisi medence önkormányzatai között. Az elmúlt években mondjuk úgy, hogy hibernált állapotban volt, hisz a kistérségi társulásokról szóló jogszabály életbe lépésével megalakult a Pilis-Buda-Zsámbék kistérségi társulás, ami ugye tavaly év végével megszűnt. Viszont a környékbeli polgármesterekkel összeülve úgy döntöttünk, hogy célszerű lenne ezt a Pilisi kötetet, ami egy rendes adószámmal rendelkező önkormányzati társulás, megújítani, mert nagyon sokszor fordulhat az elő, hogy olyan pályázatokat írnak ki, amire önkormányzati társulás pályázhat, esetlegesen közös projekteket lehet megvalósítani. Ezért a Pilisi kötet alapító kiratát leporoltuk, átírtuk, hisz még régi polgármesterek voltak benne, tagok, elnök, stb. És az alapító kirat módosítására, átírására megtettük polgármester kollégáimmal a javaslatot. Mint minden önkormányzati társulásnál ez akkor lesz hatályos, hogyha a társulásban résztvevő valamennyi képviselőtestület ezt határozatilag is jóvá hagyja. Úgyhogy ez található most előttünk, mellékletként a jegyzőkönyvek, illetve a közben lezajlott társulási ülések anyaga látható. Megkérdezem a képviselőtársakat, van-e kérdés az anyaghoz, hozzászólás? Ha nincs, akkor minden tiszt. Tornai Miklós képviselő, parancsolj. Egyetlen egyet biztos, hogy ez egy hasznos és fontos kereteket teremthet sok mindenhez. A szövegben utalás van, ezt a mellékletekben nem sikerült megtalálni, hogy van ennek egy titkára ennek az egésznek, akinek van egy munkaszerződése, de azt nekem már a mellékletben nem sikerült megtalálnom. A titkám? Igen, igen. Hát aki ezt az egészet gyakorlatilag folyamatosan koordinálja és teszi, és mint tudom én. Hol van ez, melyik pontban? Igen, igen. Jó, úgy is lehet hívni. Tehát melyik pontban van ez? Az utolsó pontban van, a másik pontban. Annak az önkormányzatnak a lőcéje. Ugyanazt nézzük, gyerekek, nem mindjárt. Szerintem ezt. Ja, igen, 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 igen. Na hát ugye olvasható itt ez a bizonyos titkár személye, ez ugye a társulási tanács elnökének a jegyzője gyakorlatilag, tehát ő nem egy külön személy. Az a menedzser, aki operatívan ezt egészet. Akkor melyiknél vagyunk? Akkor most mire legyenek ez a titkár? A társulás munkaszervezete. Térségfejlesztő menedzser. Igen, 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 igen. Igen. De jelenleg ilyen nincs, tehát jelenleg ezt a Pilis-Szent Iváni jegyző intézi. Ennyit tudok erre mondani, tehát nincs ilyen, ugyanis ez a társulás fizikailag nem működik most már talán egy olyan 6 éve. Helyette volt ugye a kistérségi társulás, csak ezt nem szüntettük meg. Tehát ezt ugyanígy fogadta el már egyszer Solymár képviselőtestülete valamikor régen. A kötetnek most tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy felmelegítjük, vagy visszahozzuk a hibernálásból ezt a társulást. Tehát jelenleg ilyen menedzser nincs. Na most a polgármestereknek egyértelműen az volt a véleménye, hogy a társulásnak munkaszervezetet csak akkor hozunk létre, hogyha valami olyan méretű projekt van, amiben ez belefér. Tehát itt most egy, ne valami olyan emberbe gondolkodjuk, hogy itt lesz egy főállású ember ebben a társulásban, ez akkor fordulhat elő, hogyha olyan komolyabb
társulás által elnyerhető projektről van szó. Egyéb kérdés? Hozzászólás? Ha nincs, akkor határozathozatal következik, most lehet szavazni. Na. Én voltam. 12 igen, egyhangulag jóvá hagyva. Következik 186-os számú előterjesztés, az Országos Mentőszolgálat támogatása. Ugye az orvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat látja el, amit az önkormányzatok lakosság arányosan támogatnak. Ez a lakossági arány, ez Solymár esetében körülbelül egy olyan évi 10 millió forint körüli összeg, ami költségvetésünkben ugye mindig tervezve volt. Az Országos Mentőszolgálat azt kérte, hogy mivel az elmúlt 6 évben ennek az ára nem emelkedett, ezért egy 10%-os hozzájárulás emelést kér, és erre kéri a képviselőtestület támogatását. Dobovkáné Dérborbál, a pénzügyi bizottság elnöke. És egyébként a támogatást azért is kéri, mert több település, Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tínje is kivált ebből a támogatási rendszerből. A pénzügyi bizottságon ugye számoltunk, osztottuk, szoroztunk, valóban 10 millió forinttal támogatjuk a szolgálatot, de ehhez körülbelül 8,7 milliót ad az állam. Most ha 10%-kal megemelnénk, akkor 2,3 millió lenne a támogatási részünk, de számoltunk mi 5%-ot, mint lehetőséget. Végül is a nagy számolásnak az lett az eredménye, illetve az a javaslatunk, hogy a költségvetés első fordulójánál térjünk vissza erre a dologra, miután látjuk az állami támogatás mértékét. Feltételezzük, hogy változik, nem biztos, hogy változni fog az állami támogatás, de az első fordulónál már tényadatok, számok lesznek a birtokunkban, és akkor döntsünk a százalékos támogatás vagy emelés mértékéről. Köszönöm szépen, Szegi Krisztina. Triviális kérdést fogok feltenni, ez egy kötelező szolgáltatás, ugye? Tehát ez egy... Nem kötelező? Szerintem ez egy kötelező szolgáltatás. Én egyébként nem vagyok megelégedve azzal az orvosi ügyelettel, ami ott van. Én többször voltam ott gyerekkel, és el is küldtek. Nincsen állandó orvos, tehát telefonra azt mondják, hogy legyen kedves ott várni, és akkor majd egyszer oda jön az orvos. Nem tudom, szóval én biztos, hogy nem támogatnám. Jó, tehát itt ugye a rendelési időn kívüli ügyeleti időről van szó. Tehát arról van szó, hogyha felveszed a telefont, és orvost hívsz a házadhoz, mert kell valamit csinálni. Itt erről van szó. Tehát nem konkrétan a rendelőintézetről. De mondom, tehát nem, a történet az nem arról szól, hogy oda viszed a rendelőbe, hanem a történet arról szól, ez az ügyeleti támogatás, hogy rendelési időn kívül kihívod az ügyeletes orvost. Ez arról szól ez a... Lőrinc Beáta. Köszönöm, kérdésem van. Én az előterjesztésben ezt a második bekezdést a környéki települések részéről felmerülő igényről, ezt nem értem egész pontosan. Ez arról szól, hogy arról, vagy az az igény merült föl, hogy ezt a bizonyos Solymár esetében 30 perces ügyeleti időt megszüntetni, tehát akkor lenne egy olyan időszak, amikor nincs kihez fordulni? Igen, van egy lyuk ugyanis az ellátásban. Tehát az ügyelet, vele jelenleg van egy lyuk az ellátásban, tehát az a helyzet, hogy a Solymár esetében ez kb. Fél órás lyuk az ügyeleti ellátásban, Pilisvörösvár esetében, ha jól tudom, ez 2 óra. Tehát addig tulajdonképpen nincs ilyen típusú ügyeleti ellátás, legfeljebb, ha nagy baj van, akkor mentőt küldenek. De ugye az megint egy más téma. A pilisvörösvári polgármester úrral beszéltem, ő azt az álláspontot képviseli, hogy amennyiben nekik megszüntetik ezt a
2 órás, vagy 1,5 órás lyukat az ellátásban, akkor hajlandó ezt támogatni. Nálunk ez kisebb, tehát nálunk ez kisebb, ez a gyakorlatilag ellátatlan intervallum. Hordódi György. Én azt javaslom, hogy emeljék a színvonalat, és emeljünk 5%-ot. Köszönöm. Tordai Miklós. Köszönöm. Ez klasszikusan az a csapdahelyzet. Nyilvánvaló, hogy orvosi ellátásra szükség van, orvosi ügyeleti ellátásra is szükség van. Igen ám, csak hogy ha létezik klasszikusan állami feladat, akkor ez az. Na most, ha megnézzük a költségvetésünket, akkor az orvosi rendelő, a mentőszolgálat, a rendőrség, a tűzoltóság, a polgárőrség, amelyek mind számunkra nagyon fontos funkciót töltenek be, de igazándiból ezek kivétel nélkül állami feladatok. Tehát egyik oldalról, miközben valamilyen utómódon, de csökkennek az államtól kapott bevételeink, egészség, ebből látszik, hogy igaz. Másik oldalról pedig olyan típusú többletköltséget kell, hogy magunkra vállaljunk, amelyeket nem tudunk más csinálni, mint hogy tovább hárítjuk a saját lakosaink felé különböző fondorlatos vagy kevésbé fondorlatos adók formájába. Tehát ezek, és ezekre ugye nem illik azt mondani, hogy ezeknek a többletkéréseknek nem teszünk eleget, mert ugye akkor jön az, hogy persze, de akkor romlani fog a színvonal, olcsósnak híg a leve, tudnám ezt még tovább is folytatni. Tehát ezek azért tisztességtelenek magával a községgel szemben, mert folyamatosan kapjuk vissza azokat egyik oldalra azokat az igényeket, hogy igen, ez a teljesítsünk, másik oldalról pedig szűkül a finanszírozásnak a forrása, és egyszerűen nyakunkba varják a feladatokat, és közben meg az ember érez magán egy ilyen morális akármit, hogy hát arra fogok szavazni, hogy rosszabb színvonal orvosi ellátásunk legyen. Nekem kell ezt eldöntenem? Talán nem a helyben kellene a testületnek az ilyen kérdéseket eldöntenie, hanem valahol egy sokkal tisztesebb épületben. Köszönöm. Köszönöm szépen, igen, és folytathatnánk a sort, igazad van. Gondoljunk például arra, hogy rendőrautóba benzin, meg stb. Tehát én már látom, hogy előbb-utóbb kapunk néhány gépfegyvert is, hogyha esetleg honvédelemre kell gondolni, ha fizetjük bele a lőszert, tehát jegyző úr. Csak röviden erre reagálnék, tehát van egy kis félreértés szerintem, ugye a Pilisörösvári mentőállomás mellett működő rendelő az, amely ellátja ezt a házi orvosi ügyeleti szolgáltatást, amely az önkormányzatnak a feladata. Csak ez ilyen szerződés keretében történik. Tehát itt nem a sürgősségi betegellátás finanszírozzuk ebben, amikor kijön a mentőautó szirénázva, hanem azt, ami minden egyéb olyan jellegűt, amit mondjuk saját lábon, vagy éppen nem lábon, de meg tud oldani a beteg. Tény és való, hogy erre valamelyes kevesebb finanszírozás érkezik, mint amennyibe ténylegesen kerül. Tehát itt kell a képviselőtestületnek eldönteni azt, hogy mit szeretne. Peggy Krisztina. Nagyon néztem itt Takásné Nagy Eszter képviselőasszonynak, mert beszéltünk erről az előterjesztésről, és nagyon jó ötlete volt, tehát most csak tolmácsolom az ötletét, hogy helyi szinten ezt hogy tudnánk megoldani. Tehát sokkal jobban tudnánk kontrollálni, mondom, nekem nagyon rossz tapasztalatom vannak, én az elmúlt 2 évben 3-szor kényszerültem arra, hogy konkrétan átmenjek, mert azt mondták a telefonba, hogy jobban járok, ha átmegyek, mert mire ők ideérnek. Mikor oda átértem, nem volt orvos, tehát nem tudom, miért orvosi ügyeletnek hívjuk, hogyha nincs orvos, azt mondták, hogy majd szólnak neki, és akkor idejön. Tehát én szerintem, hogyha van erre lehetőség, és én csatakozom pénzügyi szempontból is Dér Borbála képviselőasszony véleményéhez, hogy térjünk vissza a témára majd későbbiekben, hogy meg tudnánk ezt vizsgálni, illetve kérem a jegyző urat, hogy támogasson ebben, hogy egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy ezt a helyi orvosokkal valahogy megpróbáljuk színvonalasan megoldani, és ez esetben én is szívesebben támogatnám, tehát úgy mondva egy nagyobb pénzösszeggel is, hogyha látom, hogy ez normálisan működik.
Köszönöm, azt nem tudom, hogy ebben az esetben a finanszírozást megkapjuk-e, tehát ebben nem vagyok biztos. Azt tudom, hogy ellenajánlatot már tettek különböző ellátószervek erre az orvosi ügyeletre, a havi 4 millió volt a legolcsóbb. Lőrinc Beáta. Köszönöm, én az előző kérdésemhez szeretnék visszatérni, tehát akkor jól értem, hogy itt a szünet megszüntetéséről van szó, vagyis szeretnénk biztosítani a folyamatos ügyeleti ellátást. Illetve ez merült föl, hogy... Ez merült föl, de nem ez a... Nem, jó, értem. Dodi György. Én nagyon erősen támogatnám azt, hogy helyben oldjuk meg, és villámgyorsan meg kéne tudni, hogy a támogatást kapjuk-e akkor is, mert az működni tudna, mert kézzel fogható, így, hogy hány perces lukak lesznek, és mikor, ahogy kedvük van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én a pénzügyi bizottság elnökének javaslatát támogatom, és az roppant egyszerű, visszavonom az előterjesztést, de tájékoztatom a megbeszélésünkről az OMS-t. Köszönöm. Iskola B-épület felújításának aktualizálása 187/2013 számon. Ugye ennek az az előzménye, mint az előterjesztésben is olvashatjátok, hogy 2003-ban készült egy nagyon részletes kiviteli szintű terv az iskola B-épületének átépítésére. A Klebelsberg intézményfenntartó központ felmérte, hogy hol vannak férőhely hiányok, és milyen tervek meg egyebek állnak rendelkezésre, és nagyon örültek neki, hogy mi tudtunk egy ilyen tervet prezentálni. Egy kisebb szépséghibája a dolognak, hogy Solymár ugyan megrendelte akkor 2003-ban ezeket a terveket, aztán engedélyeztetni valahogy sikerült elfelejteni, tehát építési engedélyünk nincs róla. Ugyanakkor lehetséges, hogy a jövőben akár közvetlenül a Klebelsberg intézményfenntartó központ által pályázva, akár Solymár önkormányzat által pályázva megnyitnak pályázati forrásokat ilyen feladatok megoldására. Ugyanis nagyon sok felmérést kapunk szinte hetente, hogy adjuk meg, hogy hány gyerek van, milyen korosztályban, milyen férőhely igényünk van, bölcsödébe, óvodába, stb. Ugyanígy iskolában is. És hogyha rendelkezünk egy aktualizált és engedélyezett tervvel, akkor igen jó esélyünk van adott esetben pályázni. Az első feladat ez az lenne, hogy ezt a bizonyos tervdokumentációt, ami egyébként egy elég szép terv, hát sokan már látták is, azt hiszem, hisz nem egy tárgyaláson elővezettük már, látványtervekkel, részletes gépészeti, erős, gyenge áramú, stb. Munkarészekkel készült ez a terv. Ha ezt a tervet aktualizáljuk, azóta ugye eltelt 10 év, azóta újabb jogszabályok léptek életbe, ami miatt ugye ezt a tervet aktualizálni kell, akkor esélyünk van esetleg arra, hogy egy ilyen pályázaton elinduljunk. A másik határozat javaslat az pedig arról szól, hogy adott esetben egy szándéknyilatkozat, hisz az önrészről külön kell összegszerűen dönteni, tehát ezt semmilyen pályázatban nem fogadják így el, de a Klebelsberg intézményfenntartó központ arra kérte a képviselőtestületet, hogy egy ilyen szándéknyilatkozatunk legyen, hogy adott esetben, ha van ilyen pályázat, akkor az önrészt biztosítjuk. Tehát, hogy a képviselőtestület eltökélt arra, hogy ezt az épületet átépítse, hogyha erre megfelelő forrás és lehetőség van. Erről szól ez a két határozati javaslat. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Lőrinc Beáta. Az Oktatási Bizottság előtt ez a konkrét javaslat így ilyen formában nem szerepel, de onnan indult gyakorlatilag, hogy fölkérjük a polgármester urat, hogy vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét, hogy mit lehet kezdeni az iskola B-épületével, hiszen itt az eljövendő időben, ez már a következő tanévet jelenti, egész egyszerűen nem lesz arra lehetőség, hogy megvalósítsuk azokat az előírásokat, amik ránk vonatkoznak, és nem tudjuk elhelyezni már most a gyerekeket.
A pályázatok pedig arról szólnak, hogy sokszor pillanatok alatt dönteni kell, illetve be kell adni anyagokat, ehhez mindenképpen kell, hogy legyen egy előkészített terv, úgyhogy ezt én nagyon üdvözlöm, hogy ez most ide került, és dönteni szeretnénk róla, úgyhogy kérem a támogatását a képviselőtársaimtól. Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás, Tordai Miklós. Köszönöm, teljes egyetértésem. Egyetlen egy kérésem van, de ki kéne azért ezt egészíteni, mind a két előterjesztést egy-egy számmal. Egyáltalán körülbelül tudjuk azt, hogy miről szól a történet. Az egyik szám, tudom, hogy az egy hasraütéses szám, de az viszonylag jól belőhető, hogy mibe is kerülhet egy ilyen tervezés. Tehát azért ezt valamilyen módon be kéne tennünk ugye a jövő évi költségvetésünkbe, ami ugye most készül. A másik pedig az egy olyan elvi jellegű döntés, mert azért lehet pályázat, aminek 5% az ön része, lehet pályázat, aminek 30% az ön része. Borzasztóan nem mindegy, hogy valahol be kell tudnunk lőni azt, hogy mi az a maximális teher, amit adott esetben, amit magunkra tudunk húzni. Nyilván ezt meg kell előbb-utóbb csinálni, de hogy azért mekkora összeget tudunk kihasítani, azért ez nem egy mellékes dolog. Gyorsan a második résszel kezdeném. Én azt javaslom akkor, hogy az éppen hatályos költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig legyen benne. Ugye ez lehet, hogy éppen 50 millió forint, lehet, hogy 20 millió forint, de tehát így konkrét gátat én nem javasolnék, mert tényleg nem tudunk semmi pontosat, illetve azt sem tudjuk, hogy a tervezés, illetve nem tervezés, hanem aktualizálás az mennyibe fog kerülni. Szerintem egyébként az nem egy nagy tétel, csak még a tervezővel sem tudtunk leülni. Ez a költségvetési rendeletben már tudjuk rögzíteni, és addigra biztos, hogy látni fogjuk, hogy ez mennyibe fog kerülni. Az is lehet, hogy hamarabb már behozunk egy újabb előterjesztést ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Ordodi György. Sokat gondolkoztam, hogy megnyomjam-e a gombot, de egy olyan barátomtól hallottam ezt, aki a minisztériumban dolgozik, hogy elsősorban a 12 évfolyamos iskolákat támogatják, és csak gondolatébresztőnek ajánlom, hogy esetleg meg lehet-e növelni akkor ezt az épületet. Nem tudom, nem mértem fel, nem vagyok mérnök, de hogy ez az információ, ez jónak tűnik, ezt garantálom. Köszönöm. Köszönöm, hát én lehetséges, hogy ezeket preferálják, én mindent elhiszek, ez megoldhatatlan, tehát ez jelenleg is kb. Az alsó tagozatot húz el, illetve jelenleg már az alsó tagozatot sem húz el, bővítéssel valószínűleg biztonságosan elhúzza az alsó tagozatot, tehát az, hogy 12 osztály az ebben a konstrukcióban megoldhatatlan. Mi ezt azért hoztuk be ilyen, mondjuk úgy, hogy sovány disznó vágtába ide a képviselőtestület elé, mert tőlünk a tankerületi igazgató már el is vitt egy komplett tervdokumentációt be a KLIK központba, hogy itt van egy ilyen, és hogy ezt lehetne támogatni, és ez fel lesz tuningolva. Tehát ezért tettük be most ide ezt az anyagot, de valóban természetesen erről ugye a 14-es költségvetésünkben kell döntenünk, illetve akkor is valószínűleg csak beruházási tartalékot fogunk képezni, mert a pályázatokhoz mindig friss, új döntések kellenek, tehát ugye mikor egy pályázati önrészről döntünk, akkor ott konkrétan a pályázat száma, címe, stb. És ennyi százalék önrész, ami forintosan ennyi, tehát még egyszer mondom, ez egy elvi döntés. Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor én először az egyes számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Most lehet szavazni. Tizenkettő igen, egyhangulag elfogadva. És a kettes számú pályázat, hogy a elvi döntésű az önrészt a képviselőtestület biztosítja. Most erről következik a szavazás. Tizenkettő igen szavazat, egyhangulag elfogadva. /2013 számú előterjesztés hivatási
Hivatás etikai alapelvek elfogadása, most a magyar nyelv legszebb kifejezése, jegyzői hatáskör. Köszönöm szépen, ahogy a korábbi években, illetve úgy emlékszem, hogy 2011. évben is még az akkor hatályos köztisztviselőkről szóló törvényben foglaltak szerint irányelveket javasolt, illetve fogadott el a képviselőtestület, amelyel a teljesítményértékelési rendszert kiegészítettük. Ugyanakkor a már hatályba lépett közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény hivatás etikai alapelveket tartalmaz, illetve rögzíti, hogy a képviselőtestületnek kell ezeket a hivatás etikai alapelveket elfogadnia, és mi ennek alapján fogunk a későbbiekben is dolgozni, illetve ennek alapján fogjuk a teljesítményértékelési rendszert is folytatni és kidolgozni. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. Esetleg egy hozzászólás? Nincs. Határozathozatal következik. Tizenkettő igen egyhangulag jóvá hagytuk. 189. Be van kapcsolva? Szól? Igen. 189/2013 védőnői körzet kialakítása. Ugye itt arról van szó, hogy a jogszabályok szerint elvben még egy védőnői körzetet kellene kialakítanunk, jegyző úr. Én vagyok az előterjesztésnek a benyújtója, ugyanakkor azért alapvetően elfogult vagyok, de nem ezért került benyújtásra ez az előterjesztés, hanem azért, mert több alkalommal az ANTS-szel leveleztünk, több alkalommal felszólítottak már ebben az évben is minket, mi teljesítettük is a kérésüket, miszerint a meglévő három területi védőnői körzetből azt az egy betöltetlen védőnői körzetet állásért töltsük fel. Most hát legalább 10 alkalommal megpályáztattuk, hogy összesen, hogyha két jelentkező volt, mindkét jelentkező olyan igényel élt, hogy szolgálati lakást biztosítsunk. Emellé a három területi védőnői körzet mellé az ellátotti létszámnak a pozitív alakulása miatt egy további területi védőnői körzetet írt elő az ANTS, és ezt 2014. június 30-áig nekünk be kell töltenünk. Gyakorlatilag ez egy olyan elvi döntés, amely alapján a következő költségvetési tervezéskor, tehát 2014-ben már be fogjuk tervezni ezt a védőnői körzetet, illetve ennek az álláshelyhez tartozó költségeit, viszont nem tudom, hogy hogyan fogjuk ezt betölteni, ugyanis tényleg legalább másfél vagy két éve folyamatosan pályáztatjuk, és egyszerűen valami miatt nincsen jelentkező. És korábban egy olyan vád is érte a védőnőket, hogy szándékosan elutasítják, meg elirányítják a jelentkezőket. Ugyanakkor az elmúlt 3/4 évben a pályázatokat már én személyesen írom ki, hozzám kell benyújtani, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy egyszerűen nem pályáznak. Igen, ezt nem tudom, hogy nekem mindig gondom van a marha nagy oktatás liberalizálással, tehát értsük már meg, az állam itt egy megrendelő, tehát hogy hány darab orvosra, hány darab mérnökre van szükségem, ezekkel a hülyeségekkel sikerült jól lezüleszteni a magyar felsőoktatást is, ami mint egyetemi oktató a szemem láttára zajlott le, ugyanakkor meg mondjuk védőnőt nem lehet találni. Eszter? Hát jegyző úr tényleg elfogult ebben a kérdésben. Az én kérdésem a következő. Tehát itt van ez a három területünk, amit nem tudunk betölteni, kettő védőnőnk van. A harmadik, tehát onnantól kezdve kérek kisípolást, hogy itt személyi kérdést érintek, hogy érezzem a
törődést. Tehát, hogy ez a két ember látja el a három ember feladatát, a két ember a három ember fizetéséért. Az én problémám, az én kérdésem az, hogy most elindulunk egy olyan irányba, edző úr, hogy inkább teszünk valami lépéseket annak érdekében, hogy jöjjön ide egy másik védőnő, vagy egy olyan irányba kíván elindulni, edző úr, hogy létrehozunk még egy státuszt, még egy területet, és ugyanez a két védőnő fog majd akkor megélni esetleg négy fizetésből. Edző úr. De teljesen jogos a felvetés. Nem, tehát nem én írom elő, vagy írtam elő, hanem az ANTS írta elő, hogy négy körzetre van szükség, és a harmadikat is be kell tölteni. Abszolút egyetértek, tehát nyilvánvalóan nem lehet tartósan két védőnőnek egy harmadik körzetet is ellátni, nyilvánvalóan ez a minőség is az ellátás rovására megy. Akinek van ismerőse, és ide szeretne jönni Solymárra, illetve másik az, hogy végig kell gondolni ennek a szolgálati lakásnak a lehetőségét, amivel ide lehet csábítani esetleg egy védőnőt, mert nem jelentkeznek egyszerűen védőnők. Nem tudom miért, nem jelentkeznek. Köszönöm, Krisztina. Köszönöm szépen. Hát Eszter sok mindent elmondott már, amit szerettem volna. Én csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy hát már több éve, hogy elhalálozott a területi védőnök, hogy így mondjam, szegény. Na most én a mai napig nem tudom, hogy nekünk van védőnök. Tehát körülbelül ennyi a kapcsolat. Én most meglepőve olvasom, hogy itt plusz pénzt kapnak egyesek azért, hogy ellátnak más területeket. Nekem van 4 éves gyermekem is, meg nagyobb gyermekem is. Az elmúlt évek alatt egyetlen egy megkeresést nem kaptam. Solymára vannak bejelentve a gyerekeim, hozzáteszem. Tehát solymári lakosok. Én egy kicsit meglepődtem, sőt, nagyon ezen az előterjesztésen. Én mindenképpen azt az utat szeretném javasolni a testületnek, amit Takásné Nagy Eszter felvázolt. Tehát el kéne gondolkozni ezen, hogy egyáltalán ez jól működik-e, hogy működik-e. És a másik megjegyzésem meg, hát nincs itt az ANTS, de nagyon könnyű ilyen feladatokat róni az önkormányzatra, pénzt is ad hozzá ez a kérdésem, mert így kicsit nehéz. A védőnői hálózatot teljes egészében az állam finanszírozza, tehát itt minden fillért megfinanszíroz. Nekem erre az, hogy nem látta védő, nekem erre az a kérdésem lenne, hogy a kötelező terhes oktatáson részt vette a képviselőasszony, és a kiskönyvbe... És a kiskönyvbe bele lett írva az, hogy részt vett, stb. Akkor csak kellett látni a védőnőnek, és utána... Hát de azon kívül van még két védőnő, tehát... Én úgy emlékszem, hogy egyidős gyermekeink is vannak, tehát jó. Jó, köszönöm szépen. Én is elfogult vagyok a jegyző úrral, ketten összesen 8 gyerekünk van, abból 6 ilyen védőnőkorú. Próbáljuk meg esetleg, hát vagy mit tudom én, hogy szokták ezt mondani, na. Ellátott korú, 18 évesig, akkor 7. Én azt látom ebben az egész kérdésben, hogy ugye mi meghirdetjük ezeket a pozíciókat, tehát aki ilyen államigazgatási, közalkalmati vagy köztisztviselői státuszt keres, az ugye ennek a központi oldala, ez a bizonyos közigállás.hu, ahova minden ilyen pályázatot fel kell rakni. De akkor arra kérlek, hogy akkor próbáljunk meg más csatornákon is, bár az a helyzet, aki ilyen állást keres, az azzal kezdi a közigállás.hu-val, tehát nem hiszem, hogy a meghirdetéssel lenne gond. Valóban egy komoly probléma, egyelőre nem tudunk vele mit csinálni, viszont mi megkaptuk a leckét a Kölyáltól, hogy negyedik körzetet kell kialakítanunk, pont. Egyéb kérdés, hozzászólás? Viszont akkor ezt fagyasztjuk a költségvetésbe, ezt a tételt. Oké? Krisztina? Olyan kérdésem lenne, hogy ti edző úr utalt arra, hogy szolgálati lakás, esetleg ami a költségvetést kevésbé terheli, és valamit plusz juttatást, valami mézes macagot, vagy bármit, hogy tudunk mellé rakni, hogy
hogy hát, ha szívesebben jönnek ide. Mert gondolom a maga a fizetés összeget, az akkor államilag finanszírozott, tehát megvan határozva. Nem tudom elképzelni, miért nem akarnak ennyire jelentkezni, pedig szerintem Solymár azért egy nagyon jó hely, úgyhogy jöhetni. Amit én tapasztaltam ezzel kapcsolatban, hogy elsősorban a keleti megyékből jönnének ide családostul, ugye vagy Budapestre, vagy Budapest környékére, mert egyrészt a párjuk, tehát mondjuk a család fenntartó ott nem tud megélni, akkor ide jönnének, viszont itt nincs a lakhatás biztosítva. Nyilvánvalóan egy budapesti, vagy akár egy solymári albérletet egy ilyen jellegű fizetésből nem tudnak megfinanszírozni, pláne hogyha gyermeket is nevelnek, és több ilyen, tehát lakás van, nincs, akkor viszlát, így. Jó, mindegy, megbeszéltük. Mi nekünk a körzetet ki kell jogilag alakítanunk, arról nem tehetünk, hogy ugye azt tudjuk, hogy Solymának nincs szolgálati lakása, tehát nincs üresen álló olyan lakás, amit fel tudnánk ajánlani, úgyhogy tovább kell keresnünk, viszont nekünk ezt a döntést meg kell hoznunk. Egyéb kérdés? Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Hét igen, öt tartózkodással. Miért van az elutasítva, ne haragudjál? Ez egyszerű többség, minősített többséget indított? De az minősített többség is. Kérek még egy szavazást, valamit nem stimmelt valaki. Aha, értem, akkor kezdjük újra a szavazást a rendkedvéért, mert tehát akkor most lehet. Igen, én egy picit később nyomtam meg. Tehát 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással jóvá hagytuk. Következő a 190-es számú előterjesztés. Nem baj, számolni tudunk. Ennyit meg tudunk számolni. 190-es számú előterjesztés következik. Ez az előterjesztés, ha az elmúlt képviselőtestület ülésen szerepel, de akkor a bizottság elnök asszonya nem volt itt, ezért levettük a napirendről. Úgyhogy most megadom a szót Cseron Gélának. Köszönöm szépen. Polster Mónika a Hold utcában ingatlan belterületbe csatoláshoz adott be kérelmet. Ez az ingatlan a mostani belterület határán fekszik, csak kívül. Közvetlen közterület kapcsolata nincs, illetve olyan kapcsolattal rendelkezik a mellette lévő önkormányzati ingatlannal, ingatlanon keresztül jut most be az ő saját ingatlanjára, csak az önkormányzati ingatlan egy szántóművelésű ingatlan, és ahhoz, hogy ez az ingatlan, a Polster Mónika ingatlan a belterület lehessen, ehhez aktív közterület kapcsolatnak kell lenni. A mellékelt térképvázlat szerint látszik, hogy ebből a nagy önkormányzati ingatlanból kialakítható egy közterületi kapcsolat, és ezzel a kapcsolattal a belterületbe vonás megoldható. A főépítészasszony is támogatja ennek a problémának a megoldását. A bizottság azzal a feltétellel támogatta a belterületbevonást, hogy ennek a közterület kapcsolatnak a kialakítását az érintett tulajdonos vállalja magára a költségeket. Úgyhogy kérem a testületet, hogy ezt támogassák. Köszönöm. Köszönöm szépen, tehát a történet arról szól, hogy itt gyakorlatilag van egy beékelődött zárványtelek, ami a Hold utcáról, mint helyrajzi számról nem közelíthető meg. Ezért a terület előtt levő önkormányzati területet csatolni kell a Hold utcához, ez így közterületté válik,
és akkor gyakorlatilag ennek a teleknek is, meg a községi teleknek is meg lesz a közterület kapcsolata. Szegi Krisztina. Köszönöm szépen. Nekem lenne egy olyan kérdésem, mert főépítész asszonynal már beszéltünk annak az önkormányzati ingatlannak a rendezésével kapcsolatban, hogy a kettőt, ha össze tudnánk kötni, annak látom értelmét, mert ugye ott több probléma is van az ingatlan bérlőjével. Mármint egy pillanat, mert itt nem tudtam én megnyitni, hogy melyik ingatlanról beszélek én. Menjél fel, jön egy kérdés. Mindegy. Tehát a 3606 per 14-es ingatlanról beszélek, ugye ennek egy része lenne most azt, amit utcaként lejegyeznénk. Ezzel az ingatlannal ugye elég sok problémánk van, a mögötte lévő önkormányzati területeket nem tudják a bérlőik megközelíteni, mert egy kapuval a jelenlegi bérlő lezárta. Én kérném a testületet, hogy úgy kezeljük ezt a problémát most, hogy nem ennek a egy ingatlannak, ami az előterjesztésben szerepel, ennek a megközelíthetőségét, hanem kapcsoljuk össze a területet, és jelöljük ki a Hold utcának, ugye a régi térképek szerint Vám utcán néven szerepel, tehát egy akár egy magán önkormányzati tulajdonú útként való lejegyzést, bármilyen más megoldást, ami azt előrébb viszi, hogy a hátul lévő jelenleg is bérelt ingatlanok jogilag is megközelíthetővé váljanak, mert pillanatnyilag ez nem áll fenn. Szent Lári Ferenc. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik azzal, hogy az önkormányzati, az vonatkozó önkormányzati telket belterületbe vonjuk, és ezzel megteremtjük a jogi alapjait annak, hogy a mögötte lévő telket is belterületbe vonjuk, azzal teljesen egyetértek azzal a feltétellel, hogy nagyon pontosan meg kell fogalmaznunk, hogy azon az önkormányzati telken keresztül vezető dűlőút, vagy akármilyen út kialakítása hogyan legyen. Tehát ott most van is, most van egy dűlőút, mindenki ott jár át, de valamilyen szabályt kell a tulajdonos elé tenni, hogy azt a dűlőutat milyen formában alakítsa ki, gondolom. Tehát valamilyen technikai feltételeket kell szabni. A másik, amit mondani szeretnék, bizonyára voltatok in, de hát az ottani helyzet az én korábbi szomszédom a Sámson rendetlenségét tükrözi, iszonyatos rendetlenség van ott, tehát végül is ez nem feltétele a belterületbe vonásnak. Tehát én azt javaslom, hogy neki olyan konkrét feltételeket szabjunk, hogy hogyan tudja kialakítani a kapcsolatát a közterülettel. Tehát, hogy az önkormányzati telken átjárhat, dűlőutat csinálhat, vagy ahogy ez ott a környéken egyáltalán lehetséges. Szerintem, Ferenc, nem erről van szó, az egész egy önkormányzati telek, amiből részeket bérelnek bérlők. Ez lejjebb van, ez a Hold utcából. Ez ugye a Hold utcának a kanyarja. A Hold utcából való kijárás kell biztosítani. De ez egy önkormányzati ingatlan, tehát ez az egész, amin itt út megy, ez egy önkormányzati ingatlan, és ebbe bérlők vannak. Tehát azok nem telkek, azok önkormányzati telkek, csak bérlők vannak rajta. Na, térjünk vissza az eredetire, Cserangéla. Köszönöm szépen. Amit említettél, Kriszti, hogy a problémák vannak a bérlőkkel kapcsolatban, erről tudunk, és a következő bizottsági ülés, ami hétfőn lesz, akkor fogunk éppen erről tárgyalni. Bekértük a bérleti szerződést, úgyhogy ennek az ügynek a megoldásán vagyunk. Igen, úgyhogy megfogjuk ezt. Köszönöm. Maradjunk akkor ennél a témánál. Szegi Krisztina. Köszönöm. Még felmerült bennem egy kérdés, amit nem nagyon értek, hogy annak idején, mikor az agglomerációs tervről beszéltünk és a zöld folyosóról, akkor de nem véletlen, hogy egy ingatlannal lejjebb húztuk meg a határt, hogy addig vonjuk be a területbe. Most nem igazán értem, akkor hogy lehet így tovább lépnünk, hogy most akkor ezt az ingatlant is beltetbe vonjuk, és akkor ezek után így, tehát jogilag nem tiszta nekem, hogy tovább léphetünk, és akkor az önkormányzati ingatlanokból is csinálhatunk úgymondva építési telkeket, mert ez kicsit ellentmondásos szerintem az agglomerációs termen szereplő. Parancsolj!
Én arra kaptam információt, hogy a mögötte lévő önkormányzati területből nem lehet kialakítani olyan telkeket, amiket előtte esetleg szándékoztunk, hogy akár ne egy Isten majd valamikori értékesítésre is kerülhessenek, minden esetre, hogy értékesebbek legyenek, ezek nem valósíthatók meg, úgyhogy nem áll szándékunkban a további területet bevonni. Most belterületbevonásról, vagy építési telek kialakításról beszélünk, az nem ugyanaz. Tehát belterület a Kraugarten is, csak nem építési terület. Igen, akkor már építési telek lesz, ha ezt belterületbe tudjuk vonni, akkor tudja belterületbe vonni. Nem lesz építési telek, mert a szabályozási terv nem arról szól. Tehát a szabályozási tervnek nem felel meg, mint építési telek. Tordai Miklós. Köszönöm. Én nem ismerem ezt a konkrét helyzetet, jártam természetesen arra, de általánosságban hadd mondjam azt, hogy minden egyes ilyen kivételezési eljárást és kérést én azt hiszem, hogy érthető okok miatt rettenetesen utálok, és nagyon nem szeretem, hogy ilyenek jönnek a testület elő. Köszönöm szépen, viszont itt nekünk nem a mi költségünkön megoldódik egy közterület összevonási probléma is. Angéla? Itt megint egy olyan ügyről van szó, hogy ez egy kialakult ingatlan. Úgy lett kialakítva valamikor, hogy nincs közterület kapcsolata. Nekünk ezt meg kell oldani valahogy, ezt a feladatot is. Krisztina? Kérdezni szeretnék valamit. Nekem azt mondta a főépítész asszony szó szerint, hogyha ezt a közterület kapcsolatot a tulajdonos megoldja, akkor ez építési telek lesz. Hát én úgy emlékszem, hogy zöld, világos zöld a szabályozási tervben. Az pedig kertes mezőgazdasági, igaz? Vagy hogy hívják most a... Jó. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Határozathozatal következik, tessék. Nyolc igen, négy tartózkodással jóváhagyta a testület. Most egy gyors szavazást kell rendezni, mert nagyon elhúzódott ez a napi rendi pont, viszont meg kell hosszabbítanunk az ülést, ha már nincs is sok hátra, most lehet szavazni. Tíz igen, két nem. 10 igen, 2 nem, mert meghosszabbítottuk a testület ülés időtartamát, és egyben a nyilvános ülés napirendjeinek végére értünk. Következnek kérdések, 5 képviselő jelentkezett kérdésre. Elsőként megadom a szót Szegi Krisztinának. Köszönöm, én rögtön tovább is passzolom, mert zárt ülés alatt szeretném feltenni a kérdésemet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ordódi György képviselő. Köszönöm, visszalépek, mert lezajlott a buszügy, tehát arról akartam beszélni. Köszönöm. Ebből nyugodtan csináljatok rendszert ezentúl. Cser Angéla? Én nem fogom. Napokban voltam kint a disznóforrásnál, és láttam a vállalkozók egyesületének elnöke megmutatta, hogy milyen gyönyörűen rendezték a terepet, kialakítottak egy kispályás fűborítású focipályát, és itt szeretném megköszönni az egyesületnek ezt a munkát, amit magára vállalt, valamint azt is, hogy a gondozását is magukra vállalták, és fognak ezzel a területtel folyamatosan foglalkozni. Köszönöm nekik. A másik problémám, illetve a problémám az lenne, hogy a Hutvejdén mostanában, hogy ilyen viharos időszak volt, megint jelentkezett az a probléma, ami akár 50-es éveket is idézhetne, hogy fúj egy kis szél, és az egész területen nincs áram. Kerekvegyes. Másik oldalon is.
Igen, de nálunk ez már tizenhány évvel ezelőtt is ez a probléma élt. Valahogy ez az áram nem szélbiztos, úgyhogy nagyon szeretném kérni a segítséget, hogy próbáljunk meg az elműre hatni, hogy valami beruházást eszközöljenek, mert abnormális dolog, hogy az emberek ilyen időszakban hosszú órákon keresztül ne juthassanak áramhoz, fűtéshez. A másik, amit még szeretnék jelezni, hogy mostanában, hogy nagyon hamar sötétedik, az ember, bár igaz, hogy hegyes-dombos vidéken lakunk, igen gyakran találkozik kivilágítatlan biciklistákkal az utakon. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnánk jelezni a rendőrség felé, hogy legyenek szívesek első lépésben talán felhívni erre a figyelmet a biciklistáknak, hogy nagyon jó lenne, hogyha megfelelő védőeszközökkel, meg jelzőeszközökkel felszerelnék a bicikléjüket, mert nagyon nagy gondokat okoznak a közlekedésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is csak gratulálni tudok Posovszky Marcéknak és a Solymári Vállalkozók Egyesületének, mert valóban nagyon szépen sikerült ezt a forrást és környékét rendezni. Mind a település üzemeltetési Kft., mind az önkormányzat támogatta ezt a munkát, sikerült oda egy ilyen személygyűjtőt is, egy ilyen nagy hálós személygyűjtőt kihelyezni, és valóban egy nagyon szép focipályát is kialakítottak, gyönyörűen kikelt rajta a fű, nem sokára egy kis pihenő hely is kialakulott, úgyhogy ez egy nagyon kedves kirándulóhely lesz. Üröm az örömben, hogy, mint említettem a közmeghallgatáson, bár a három kiépített forrásunk közül a legjobb paraméterekkel a disznóforrás rendelkezik, de ennek a vize sem kapott ivóvíz minősítést, egész minimálisan a csíra száma magas, épp hogy túllépi a határértéket. A Huedvát áramszünetét, igen, azt valamennyien megéltük most kétszer is egymás után a viharok során. Az egyik áramszünet az attól volt, hogy a 20.000 voltos rendszerben történt hiba, tehát konkrétan, ha jól tudom, a Széles utcai betápnál a trafó elszállt, valószínűleg a 20.000-es vezeték csapódott össze, hát az nagyon nehéz kivédeni. A Hútvejde nagy részén egyébként már az elmű lecserélt az elmúlt években a 0400-as hálózatnak a szabad vezetékeit és kötegelt rendszereket épített ki, úgyhogy általában ilyen áramszünet van, az mindig egy magasabb ellátási zónából számít, illetve olyan információnk van, hogy volt egy farádőlés is. Tehát konkrétan egy farádőlés okozta. Kevesen tudják, hogy ugye azt már megszoktuk, hogy az elmű emberei kijönnek és nekiesnek stílfűrészekkel a fáknak, amelyek veszélyeztetik az elektromos rendszereiket, de jogszabály szerint ez a mindenkori tulajdonos feladata. Tehát a vezetékbiztonságot, a fáknak a visszagaljázása, az tulajdonképpen a tulajdonosnak lenne a feladata. Az elmű ezt a saját üzembiztonsága miatt csinálja meg, aztán néha elég brutálisan, és ezzel is csak egyet tudok érteni. Biciklisek kérdését azt pedig majd jelezzük a közterületfelügyelők, illetve a körzeti megbízottak felé. Tordai Miklós. Köszönöm. Bocs. Ja, oké. Ha jól hallottam, akkor hétfőn a kormány jóvá hagyta a Panel 3 programot. Annak idején néhányszor erről már beszéltünk, és akkor elhangzott valami olyan felvetés, hogy amennyiben ennek kormánytámogatása lesz, háromlábú megoldások. Tehát én azt szeretném kérni ennek kapcsán, nyilván konkrét számok ismerete nélkül még, hogy a 2014 évi költségvetésünkbe teremtsük meg a háromlábú szerződés harmadik lábának a lehetőségét. Számításom szerint olyan 180 és 200 közötti panellakás van Solymáron, mert 15-6 lépcsőházat érint a kérdés, és tudom, hogy ez egy hosszabb folyamat, de erre akkor viszont jó lenne, hogyha volna valami rendelkezésre álló keret. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen beruházási tartalékot képezni fogunk, mint mindig. A pályázatokhoz ugye meg egyedi döntésre van szükség mindig. Ez valószínűleg pályázati rendszerben történik az elosztása. Amit én eddig utána olvastam,
talán a mai vagy a tegnapi újságban meg is jelen nyomtatásban maga a sajtóhír, hogy várhatóan az MFB-t is mellé állítják, tehát MFB, Magyar Fejlesztési Bank által támogatott hitelek is lesznek mellé az önrészre, semmi akadálya. Amit lehetett, azt eddig is megpályázta Solymár önkormányzata, és ezután is megfogja. Szent Klárai Ferenc. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a tisztelt testületet és hivatal vezetőinket, hogy az elmúlt hetekben három ízben nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és délelőtti bevásárlásaim során futó ellenőrzést végeztem a templomtéri parkoló autók között. Háromszor nem tudtam ellenállni a kísértésnek az elmúlt hetekben, és futó ellenőrzést végeztem a templomtéren délelőtt parkoló autók között. Valamivel több mint 50% volt ellátva a papírokkal, ami azt mutatja, hogy az ellenőrzésünk bizony pocsék. Csak tájékoztatlak benneteket. Köszönöm, jegyző úr, intézkedjen. Ordódi György. Csak szeretném, ha jegyzőkönyvben lenne. Kerekhegyen is rendszeres, hogy nincs áram, és ráadásul gyilkos módon kibekapcsolják, tehát néhány másodpercre beki-beki, ami öli a különböző gépeket, és szeretném, ha tudnátok róla. Köszi! Mondom, hogy ezt ne azt higgyétek, hogy van valahol az elműben egy fickó, egy nagy kapcsolva, aki ezen szórakozik, hanem ezek önvédő trafók, tehát levág, majd utána megpróbál visszakapcsolni. Tehát nem egy izé bolond van itt, aki ezzel szórakozik, mint az Airplane című filmben a kifutópálya világításában. Borika? Kérdésekre én is feltennék gyorsan egyet. Ha egy utcában nincs lámpa, kinek kell szólni? Mi az, hogy nincs lámpa? Tehát nincsen világítótest. Az utcának az első része teljesen sötét, és csak a végén világít pilácsol egy. Tehát magyarul a közvilágítási lámpa kiéget, vagy nincs is? Nincs is lámpa. És ez hol van konkrétan? Pilman bíró. Ami eddig hozzánk ilyen igény érkezett, azt felszereltük, de én a Pilman bíró utcából nem láttam most még ilyen igénylést. Sötétben még nem jártam arra. Oké. Oké, semmi akadálya, lámpánk van, közvilkeretünk van, egy Altra 22-es már mehet is föl az oszlopra, hogyha nincs lámpatest sem. Jó, köszönöm szépen, akkor most egy rövid szünet után zárt üléssel folytatjuk a munkát.